Sziasztok! Következik ma egy nagyon érdekes és kényes téma, Annalisa Stradától a két rózsaszín csík. Ez a történet egy 16 éves Perla nevű lányról szól, aki éli az átlagos tinédzserek életét, azzal a különbséggel, hogy nagyon szeret futni, futóversenyekre jár, és nagyon jól is fut, és van egy különleges barátnő, akivel nagyon jó viszonyban vannak. Ugyanúgy szerelmes srác van, mint ahogy általában minden tini valakit bele van zúgva. Ez Perlánál egy Cézár nevű srác, és ő és Cézár összekavarodnak az egyik bulin, aminek az lesz az eredménye, hogy Perla a terhes lesz. És a lány ugye 16 éves létére nem tudja, hogy mit csináljon, vagy hogy dolgozza fel ezt az egészet, vagy ő maga se érti, hogy valójában hogy történhetett ez az egész. Fél a szüleivel beszélni erről a témáról, nem tudja, hogy mit csináljon, hogy megtartsa a babát, vagy ne tartsa meg, és hogyha megtartsa, hogy tudná egyáltalán felnevelni. És ott van Cézár, aki hallani is akar róla, meg nem is. Meg a barátnője, aki próbálja őt támogatni, és mindenképpen azt javasolja neki, hogy nevelje fel ezt a gyereket, és legyen egy ilyen fiatal anyuka. Valójában a könyv arról szól, hogy Perla hogy éli meg ezt az egészet, milyen lélektani vívódáson megy keresztül, hogy feldolgozza azt az eseményt, ugye, ami vele történt, vagyis ami történt, és annak mi lett a végkimenetele. Igen, mint ahogy a cím is mutatja. 180 oldal körül van ugye a történet, szóval nem hosszú, mégis azért terjedelmes olyan szinten, hogy Perla életébe csöppenünk bele egy pillanatra, és az ő gondolataiba és érzéseibe. Amikor mondjuk valaki fiatalon lesz anyuka, akkor ő maga se tudja, hogy mit csináljon. Megpróbálja eldönteni, hogy mi a legjobb megoldás ebben az adott helyzetben, amiben ő belekeveredett, és vagy így, vagy úgy döntenek, és ez egy nagyon furcsa a helyzet, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember a világon van, aki már belekerült ebben a helyzetben, és szerintem Annalisa, ugye az írónő, ezt a helyzetet próbálta valahogy úgy szituáltá tenni, hogy mindenki számára elképzelhető és elfogadható legyen. Én erről nem is tudok sok mindent mondani, ez csak egy nagyon érdekes témát boncolgató könyvnek tartottam. És szerintem próbálja az írónő is ezzel közelebb hozni ezt a témát a fiatalokhoz, hogy vigyázzanak, mert különben úgy lesz, mint ahogy Perlával volt. Hát ez tényleg egy nagyon nehéz témát boncolgató könyv, és igazából tényleg nem akarok róla úgy semmit mondani, de szerintem egy nagyon érdekes, és egy nagyon különleges könyv abban az értelemben, hogy egy olyan témát próbál meg közelebb hozni a fiatalokhoz, amiről nem sokat hallani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, és megnéztétek ezt a furcsa videót. Én Hiasz voltam, és hamarosan jelentkezek. Addig is, sziasztok!